A mozgás nem lehet elég fiatalon elkezdeni. Minden bizonnyal ennek a gondolatnak a jegyében rendezték meg idén is a sport délelőttöt óvodásoknak. Óvodapedagógus volt, sportoló volt, edző volt, és az egész összeállt valamivé. Amikor nézi ezeket a rendezvényeket és részt vesz, mocorog önben mindegyik korábban választott hivatása vajon? Igen, hogyne. Amikor az ember valamilyen pályát végigvisz, akkor utána nem tud valahol nyitottan odaállni a többiek elé, hiszen óvodapedagógusként ugye a gyerekeknek a közelsége, nagymamaként is hozzá kell, hogy tegyem, tehát a gyerekek azok megfizethetetlenül érzelmesek, aranyosak. A sportolást az egyik legfontosabb dolognak tartom, mert hiszen ebből lehet építkezni a későbbiekben, úgyhogy természetesen ez is megvan. A másik az, hogy feladatvégzés, hiszen a rendezvényeknek a szervezése, a támogatása, hogy minden a helyére kerüljön, természetesen ez is a feladat kerül. Úgyhogy igen, tehát nem tudok érzelemmentesen részt venni egy ilyen eseményen. Hál' Istennek, a sport egyébként említett, hogy ebből lehet építkezni. Mi mindenre jó a sport? Tudom, hogy egy kicsit közhely, meg sokat beszélünk róla, de lehet, hogy nem lehet eleget beszélni. Nem lehet eleget beszélni róla, valóban pont ma reggel hallgattam a tévét, és azt mondták, hogy tulajdonképpen ugye a sportból lehet olyan szinten építkezni, hogy az egész életünket végig viheti. Mert ebből tudunk tolerálni, ebből tudunk tovább építkezni, ebből tudunk erőt meríteni, és hát az egyik legfontosabb, egy összetartója is lehet egy-egy családnak, hiszen közös programokat lehet vele szervezni, közös életcélokat, életpályákat lehet kialakítani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a sport az egy meghatározó az életünknek, és hát egyre jobban ezt tapasztalom, hogy egyre több cég, egyre több magánszemély, egyre több intézmény kapcsolódik be a sporteseményekbe, a sportrendezvényekbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy a sport kezd a helyére kerülni. Sokan mondják, hogy nem lehet a sportot eléggé korán elkezdeni. Itt mondjuk ovisokról van szó. Mi mindent tanulnak meg a sport által, és miért fontos, hogy egészen korán elkezdődjön? Igazából az életnek a kialakítása, tehát a gyerekeknek ahhoz, hogy mihez lesz a későbbiekbe kedvük, milyen lesz a hozzáállásuk, az ugye a család, az otthoni légkör, az első intézmények, a bölcsöde, óvoda, ami meghatározza. És érdekes módon, amit pici korukba kapnak, azok úgy be is épülnek, tehát későbbiekbe is megtalálhatjuk, akár felnőtt korba is, hogy ez abból adódik, hogy ő kiskorában mi mindent csinál. Úgyhogy a sport emiatt aztán ugyanilyen fontos, mert hogy folyamatában beépül az embernek a tudatába, és folyamatosan ennek megfelelően állítja össze az életét is, meg hát tulajdonképpen az, hogy hogyan, miképpen álljon a dolgokhoz, miképpen álljon helyt az életbe. Itt ugye a mennyitóban elhangzott az a gondolat, hogy itt most mindenki nyer, tehát nem az a lényeg, hogy ki veszít, vagy ki sikeresebb, vagy kevésbé, hanem mindenkit jutalmazni kell. Mennyire fontos ez vajon a képzésben? Igazából a versenyrendszernek is megvan a maga jó oldala, mert azért kell az is, hogy tehát, ha mindig azt mondjuk, hogy te nagyon jó vagy, ebbe is nagyon jó vagy, és abba is, akkor a végén elhiszik, hogy tényleg, hát úristen, hát tökéletesnek születtem, de hát azért ez nem teljesen így működik, tenni kell azért, hogy tökéletesebbek legyünk. Tehát egy picit inspirálni kell, tehát a versenynek ez a jó oldala, hogy egy picit összemérhetjük, hogy milyen eredményeket érhetünk el, ha még egy picit tennénk hozzá. Ezeknek a rendezvényeknek viszont pont az a céljuk, hogy mozogjanak a gyerekek, tehát szeressenek mozogni. És ilyenkor én is azt mondom, hogy nem kell mindig versenyeztetni őket, hanem a mozgásért tulajdonképpen valamilyen szintű jutalmat kapnak, de olyan jutalmat kapnak, ami tulajdonképpen újabb mozgásra ösztönzi őket, hiszen mindenki egy gyönyörű szép labdát kap, színes labdát, úgyhogy ezt lehet pattogtatni, dobálni, mindenfélét lehet vele csinálni. Tehát ösztönzünk megint egy mozgásra a gyerekeket. Kell a versenyzés, de kellenek ezek a együtt mozgásos rendezvények is. Azt mondják, azért az óvodáskor még egy szerencsés kor, mert a gyerekek maguktól is nagyon szívesen mozognak, sőt sok esetben leállítani nehéz őket. Viszont a későbbiekben valahogy ez így egy picit megáll. Hogyan lehet későbbi, idősebb korban valahogy még fönntartani ezt a fajta izgalmat a mozgással kapcsolatban? Én most azt tapasztalom gyakorló edzőként is, hogy igazából egyre több gyerek szeret sportolni, és többféle lehetőségük van. Tehát vannak olyanok, amik egy picit nehezebbek, amiért többet kell tenni, és vannak olyanok, amik egy picit könnyedebbek, és bár ugyanúgy megmozgatja őket, de mégis nem érzik azt, hogy na most ez kötelező sport. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerencsés időszakot élünk,
mert van lehetőség sportolásra, és nagyon sokféle sportolásra, és én azt látom, ha egy picit a barátnők, a barátok, az osztályfőnökök, az edzők maguk megteszik azt, hogy megkeresik ezeket a gyerekeket, tehát be lehet őket vonni. Én azt látom, és azt tapasztalom, hogy egyre több gyerek sportol. Menjünk egy kicsit tovább. Melyik az az életkor, ahol a leginkább, vagy a legnehezebb motiválni az embereket arra, hogy sportoljanak vajon? Most a fizikai problémákon túl természetesen. Hát a felnőtt kor az egy picit, tehát van egy olyan időszak a felnőtteknél, amikor ugye megterhelődnek, mert hogy családalapítás, pénzkereset, mi egyéb, de ott is azért az alapsportok, tehát hogy sétáljunk, kiránduljunk egyet, vigyük el a gyerekeket, nézzük meg ezt, nézzük meg azt, meg próbáljuk ki. Tehát azért én ezt tapasztalom, hogy ez is azért már egy kicsit fellendülőben van. Valóban ott van egy picit ilyen megállás, ott egy kicsit jönnek a pocakok, meg jönnek a plussúlyok, de utána viszont tehát egy picit sikk is talán az, hogy jól nézzünk ki. Tegyünk valamit azért, hogy egészségesebbek legyünk, jobban nézzünk ki. Én azt látom, még most idősebb korban is, hogy kifejezetten a szenioroknál, hogy egy picit jobban oda teszik magukat. Tehát ezek a gyógytornás, jógás mozgások kifejezetten igénylik és keresik a lehetőségeket. De ugyanígy a középkorosztály is, aki ezelőtt azért kipottyant ebből a sportolás részből, hát a futóversenyeket meg lehet nézni, hogy milyen létszámokkal mennek, és bizony nem a tinik jönnek, meg a kisgyerekek, hanem inkább ez a középkorosztály. Úgyhogy én úgy látom, hogy ebbe is azért javuló tendenciát mutatunk be. Hogyha valami sikeres, akkor nyilván akkor kell gondolkozni az okokon, hogy miért nem, ha valami nem megy, de ha valami sikeres, azon is lehet gondolkodni, hogy mitől működik. Vajon mik azok a mostanában a hívószavak az előnyös külsőn túl, amit említett, ami még motiváció lehet, hogy ahogy látjuk, minél többen mozdulnak meg? Az egészség. Tehát az egészség az megfizethetetlen, és bizony, ahogy haladunk előre a korral, meg hát ugye hát azért az információk is most már az interneten keresztül azért jobban lejönnek hozzánk, tehát tudatosítva van számunkra, hogy bizony a sportolással azért nagyon-nagyon sok mindent meg lehet előzni, és emiatt aztán én úgy látom, meg azt tapasztalom, hogy tényleg sokan vannak, akik direkt azért keresik a sportot, hogy egy kicsit fittebbek legyenek, hogy az egészséget hosszabb ideig gyógyszerek és mi egyébként kiegészítők nélkül tudják megtalálni és megtartani. És arról talán kevesebbet beszélünk, de lehet, hogy tévedék, hogy a sport mentálisan is nagyon sokat segít. Akár különböző feszültségek levezetésében, vagy az időskorban. Így van, úgyhogy sajnos olyan világot élünk, hogy hát szükségünk van ilyen kiegészítőkre, és gyógyszer helyett mennyivel jobb egy sportolás, hiszen az adrenalin, az összes többi, ami teher az ember számára, ugye családtag elvesztéstől kezdve a munkahelyeknek a leadása, elhagyása, vagy bármi hasonló, vagy pedig a családnak a felbomlása. Tehát azért sajnos történnek velünk olyan események, amikor bizony szükségünk van segítségre, és ebbe a sport borzasztó sokat segít. Vannak a lassúbb, csendesebb sportok, vannak az erőteljesebb sportok, kinek mi az igénye, van, aki a bokszal tudja levezetni, van, aki a jógával tudja levezetni mindazt, ami feszültség, vagy ami bánat benne van. Mondhatjuk azt, hogy a sportolás meg is változtatja az életed? Igen, egyértelműen. És nem lehet elég korán elkezdeni? Hát nem lehet elég korán elkezdeni. A babaúszástól el kell kezdeni, ha lehetőség van rá, utána a babatornáig, utána az ovostornáig, utána lehet jönni aerobikozni, futni, mindenféle sportágat, és utána a végén, amikor már egy picit lassúbbak vagyunk, akkor meg lehet jönni gyógytornázni, lehet jönni jógázni, és lehet mindenféle olyan sportot találni, ami segít ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Ott mennyit változott 21 év alatt ez a rendezvény, változott-e valamit? Hát igazából a rendezvény nem sokat változott, a gyerekek azok, akik mindig változnak, ők mindig újak, hiszen mindig az adott évben az iskolába menő gyerekek jönnek ide erre a rendezvényre, és igazából a versenyszámokat megtartottuk, mert nagyon fontos az, hogy olyan versenyszámok legyenek, amit az óvodások meg tudnak csinálni, szívesen csinálják, és ugye 300 gyerek mellett nem mindegy, hogy mik azok a versenyszámok, tehát hogy hogyan van a szervezés, hogyan bonyolódik az egész, tehát hogy ne legyen sok várakozási idő a gyerekeknek, mert hiszen tudjuk, hogy az életkorukból adódóan azért nem tudnak olyan sokáig figyelni és várakozni. Egy-egy ilyen rendezvény milyen hosszú előkészület előz meg? Hát
az igazság, hogy most már 21 év után megvannak a bejáratott helyek, akár a busszal, vagy az ajándékokkal. A kolléganőim szintén velem együtt csinálják már a többség 21 éve, tehát már mindenki egészen jól tudja, hogy mi a feladata. Mindig vannak új emberek, őket mindig beavatjuk, és ők is sikeresen veszik az akadályt. Tehát azt gondolom, hogy most már egyre kevesebb az erőbefektetés, inkább arra kell figyelnem, hogy nehogy rutinból csináljam, nehogy valamit elfelejtsek, és ezért kérem a kollégáimat, hogy ők is gondolkodjanak velem, és kontrolláljanak, és kérdezzenek, hogy ez az megvan-e, betetted, írdi, ott van-e, mert ebben tudnak nekem segíteni. De most már nem kerül olyan nagy erőfeszítésbe. Hát azon gondolkodtam, hogy egy ilyen rendezvény esetében a rutinból csinálja, nem gondoltam volna, hogy az baj is lehet. Milyen baj lehet abból, hiszen végül is pont bizonyos szempontból nagyon sok minden valószínűleg ismétlődik, de nyilván vannak mindig meglepetések. Meglepetések azok bármikor adódhatnak, most is például egy pár labda leengedett, amikor tegnap áthoztuk, tehát most ezt kell egy gyorsan megoldani, de igazság szerint csak az, hogy minden meglegyen, tehát a legkisebb szigetelő szallagtól a celluxig, az ollóig, a filctollig, a labdákig, amit esznek, amit isznak, az ajándékokig, stimmeljenek a számok, az emléklapot megkapják, tehát hogy minden meglegyen és ne hiányozzon semmit, tehát csak erre kell leginkább figyelnünk. Most hány óvodás vesz részt a mai rendezvényen? 273 vagy 75, most pontosan nem tudom, de körülbelül ennyi az idén a kerületben, akik iskolába mennek, tehát tanköteles korúak. Hát általában ennyi szokott lenni a létrán, 250 és 280 között ingadozik ez minden évben. Mit jelent ebben a korban vajon a sport a gyerekeknek? Hát azt gondolom, hogy az óvodás gyerekeknek ugye... A mozgás az alapfeltétel, tehát ez az élet. Ők mindig mozgásban vannak, fáradhatatlanok, és azt gondolom, ez nagyon fontos az, hogy egészségesek legyenek a későbbiekben is, kapjanak egy nagyon jó alapot, szeressenek mozogni, szívesen csinálják, és ugye tudjuk mi óvónénék, és hát azt gondolom, hogy sokan mások is, hogy igazándiból a mozgáson keresztül lehet bármit fejleszteni. Tehát az, hogy ő az iskolában hogyan fog tanulni, az nagyban függ attól, hogy ő picikorában kúszott-e, mászott-e, hogyan tanult meg járni, hogyan tud majd figyelni az iskolában. Tehát ezt sokan nem is gondolnák, hogy mennyire összefügg a mozgással, de azt gondolom ahhoz, hogy tudjon majd ülni az iskolában, figyelni, rendben legyen, ahhoz neki nagyon sokat kell mozogni, és ha bármit is fejlesztünk a gyerekeknél, ezt mindig a mozgáson keresztül igyekszünk megtenni. Ezek szerint az óvodában kapott képzések tulajdonképpen kulcsfontosságúak a későbbiekhez? Ez így van, azt gondolom, hogy ez az alap, és ez az az életkor, ez a 3-7 éves korig, amikor igazából nagyon jól fejleszthetőek a gyerekek, és nagyon sok minden eldől már ebben a korban. Utána fejleszteni lehet őket, de már nem annyira, mint ilyenkor. Utána így nyessegetni lehet ezeket, amit hogyha egy fa lenne tulajdonképpen, és akkor utána iskolás korban nyessegetjük a faágakat, de az alap, a gyökérzet, a törzs, ami ezt az egészet tartja, azt gondolom az óvodáskorban alapozódik meg mindenfajta ilyen dolog. Ők nagyon hamar és nagyon gyorsan regenerálódnak, de ez nem megterhelő számukra, tehát azt gondolom, hogy ez, tehát az a fontos, hogy ők ezt játéknak vegyék, és tulajdonképpen ez játék is. Ők mindig azt mondják, hogy mit csináltál, mit tanultál, a gyerek mindig azt fogja válaszolni, hogy óvodás, hogy játszottam. Mert ha ő így éli meg, az a legjobb. Tehát ez neki nem tanulás, nem munka, hanem neki játék. Ezt nekünk kell okosan csinálni, hogy ezt ő úgy érezze, hogy ez játék. És ő észre se veszi, hogy közben mennyi mindent tanult, és erősödött, vagy az állóképessége javult, vagy gyorsabb lett, vagy ügyesebb lett. Ő játszott. Neki ez a lényeg, hogy érezze jól magát. És önöknek, óvodapedagógusoknak szóval talán kicsit mások az ilyen együttlétek, mint a megszokott hétköznapiak. Hát mások, így van, mert hiszen mások a körülmények, más a helyszín, csak nagy csoportos gyerekek vannak, 20-300-an, tehát nem az van, hogy bent ülök én, most például nekem kis középső csoportom van, most vagyunk 18-an, ez egészen más, de van olyan kollégan, akinek nagy csoportja van 27 gyerekkel, tehát ez egy egészen más jellegű dolog, de jó így találkozni a gyerekekkel egy más helyzetben, más körülményben. Más körülmény között, és a gyerekeknek meg nagy élmény maga a sportcsarnok, az épület, ez a hatalmas nagy tér, hiszen az óvodában nincs ilyen nagy tér, tehát nem tud egy ilyen nagy térben játszani. Van, aki meg is szeppen először, hogy jaj, kicsikét olyan nyomasztó, meg ijesztő nekik, de aztán ezzel áthidalódik ez a dolog, és utána játszanak, és jönnek, mennek, jól érzik magukat. Sokat hangoztatott téma az óvoda pedagógusi pályának a nehézségei, meg hogy kevesen vannak, túl sok gyerekkel. Nehéz egy ilyen rendezvénynél is biztosítani a megfelelő mennyiségű óvodapedagógust ennyi gyereknek? Hát ez szerencsém van, mert ugye az óvodák partnerek a kerületben, tehát mind a három óvoda azért összedolgozik, az óvodavezetők segítenek, ugye a munkaközösségi tagok a három óvodából kerülnek ki,
és hát szívesen jönnek a munkaközösségbe a kolléganők, szeretnek itt lenni, szeretik ezt csinálni, és hát az az egy szerencsénk most is például, hogy az ELTE-ről vannak hallgatóink, a mi óvodánkban, a három szem összevont óvodában vannak hallgatók, és a hallgatók is itt vannak már, és segítenek nekünk, egy kicsit belekostulnak ők is a óvoda pedagógusi munka egyfajta másik oldalába, másfajta tevékenységbe, de szívesen jönnek, szeretik, most már második éve vannak itt, és nekünk is nagy szerencse, mert tudnak segíteni, mert hiszen volt olyan év, amikor aki élt és mozgott az én óvodámba, az mindenki jött, hogy legyünk elegen, és tényleg, hogy jó legyen, és biztonságban legyenek a gyerekek, és jól érezzék magukat. Nekünk egyetlen meg tudjuk csinálni ezt a dolgot. Jövőre lesz egy évtizede, hogy a Soroksári Kulturális Szabadidő és Sportcentrum, vagy közismertebb nevén a Soroksári Sportcsarnok megnyitotta kapuit. Azóta mozogni invitálta a kicsiket és nagyokat, és egyre több szintéren biztosít teret az egészséges életmódnak. Kincses Péterrel, a sportcsarnok ügyvezetőjével nosztalgiáztunk kicsit a kezdetekről, majd felvázoltuk, mennyi teendő áll még előttük a 10. jubileum kapcsán. 2010 májusában nyitotta meg a kapuit a Soroksári Sportcsarnok, úgyhogy kerek évfordulóhoz érkezünk a jövő évben, 2020 májusában leszünk 10 évesek. Ugye ez egy hiánypótló létesítmény lett, ugyanis ugye a kerületben nem volt ilyen létesítményünk, és 2007-8-ban ugye a képviselőtestület úgy döntött, hogy lesz egy sportcsarnok a kerületben, és ehhez mérten nagyon-nagyon jól beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen azóta folyamatosan használják a kerületi diákok, a kerületi testnevelés órákat két iskola is nálunk tartja, tehát az általános testnevelés óráikat itt tartják, és délutánonként pedig a kerületi egyesületek, és nem csak kerületi egyesületek is itt tartják az edzéseket. Hogy jöttél te a képbe? Én úgy jöttem a képben, hogy 2012-ben a Soroksár SC-hez igazoltam, mint labdarúgó, és 2015-ben, amikor abbahagytam a futballpályafutásomat, akkor nekem volt ehhez megfelelő végzettségem, és így kerültem ide, a Soroksári Sportcsarnokba. Beszéljük egy kicsit a csarnok felhasználhatóságáról. Most itt éppen egy nemzetközi karate verseny van a hátunk mögött, de nagyon sok funkciót betölt. Mennyi fajta sporttevékenységet lehet itt űzni? Sporttevékenység elsődlegesen kézilabda és teremlabdarúgás van, emellett tékvándó edzések vannak, de nagy büszkeségünkre a kerületi teremgyeplabda csapat, a Soroksári HC, az itt játssza a hazai mérkőzéseit, volt már nemzetközi tornájuk, amit itt nyertek meg. Emellett ugye van egy külön termünk, ahol jóga foglalkozások vannak, hétvégente pedig nagyon-nagyon színes a kínálatunk. Nem csak küzdősportversenyekre, országos bajnokságokat tartunk, hanem nagyon-nagyon népszerűek a modern táncversenyek. Tehát a hip-hop, a break, dance, ilyen kategóriákban szinte minden hétvégén van ilyen versenyünk. Hogy néz ki mondjuk egy felkészülésre a beosztás? Hány állandó tím az, aki így gyakorol napról napra, hétről hétre? Délelőttönként iskolai foglalkozások vannak, ahogy már említettem, több osztály is igénybe veszi a sportcsarnokot, és az állandó bérlőink körülbelül ilyen 7-8 egyesület, aki állandóan hetente visszatérően használja a sportcsarnokot. A paramétereiről beszéljünk egy kicsit. Mekkora ez a sportcsarnok, hány ember befogadására alkalmas? A sportcsarnok maga, a küzdőtér az egy 20x40-es kézilabdapálya, ez egy NB1-es mérkőzésre is hitelesített kézilabdapálya. A csarnok befogadó képessége az 360 fő, ennyi ülőhelyet tudunk biztosítani, fix ülőhely, ennyi van a csarnokban. De nagyobb rendezvényekre, tehát gondolok itt szalagavatóra, vagy akár egy önkormányzati rendezvényre, összesen 950 fő tudunk befogadni, és emellett van 120 gépkocsi parkolónk és 6 buszparkolónk. Említetted az önkormányzati rendezvényeket. Milyen gyakori, hogy az önkormányzat igénybe veszi a sportcsarnokot, és milyen rendezvényekre? Szerencsére ugye az önkormányzatnak több rendezvénye is itt valósul meg az évek folyamán.
Ha azt mondhatom, hogy talán havonta egyszer azért valamilyen önkormányzati rendezvénynek helyet adunk. Ebbe például beletartozik a kerületi ovis olimpia, a kerületi óvodás egészségnap, de beletartozik a tánc és mozgásgála, ami májusban lesz. Minden júliusban nálunk tartják az Élen a tanulásban, Élen a sportgálát, ami szintén egy önkormányzati diátadogála, minden szeptemberben pedig a bucifutás, a kerületi futóverseny az nálunk kerül megrendezésre. Említettél most itt pár programot. A karate verseny után mi lesz a következő, ami megrendezésre kerül itt a csarnokban? Még az év folyamán, júniusban, amire nagyon-nagyon készülünk, egy nemzetközi testépítő verseny. Több országból is jönnek a versenyzők. Most már második évben fogjuk ezt megrendezni, úgyhogy erre nagyon készülünk, és nagyon büszkék vagyunk, hogy Európából és a nemzetközi szintéről is ide látogatnak versenyzők. Mennyire jellemző, hogy nemzetközi versenyeknek ad helyet a sportcsarnok? Az elmúlt években egyre több ilyen rendezvényünk van, ahogy ez a mai rendezvény is egy nemzetközi karate verseny. Általában a küzdősportgálákat szoktak itt tartani, ami nemzetközi megmérettetések. Volt már tékvándó, karate, birkózás, most ugye a testépítés, úgyhogy mindenféleképpen nyitunk az európai piac felé is. Ugye 10 év az elég hosszú idő. Gondolom ez alatt sokat fejlődött maga a szervezés, meg a versenyek színvonala. Mi az, amiben változtattatok az elmúlt 10 évben, és hova lehet még innen fejlődni? Arra nagyon büszkék vagyunk, és a bérlőktől nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a csarnoknak az állapotáról, a tisztaságáról. Nagyon-nagyon figyelünk a csarnokra, hogy karbantartjuk, felújítjuk, amit tudunk, folyamatosan javítunk rajta. És plusz, ami még egy nagyon fontos, hogy a tisztaság, az itt dolgozóknak a hozzáállása a rendezvényekhez, ez mind-mind nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Az évek folyamán sikerült a csarnok belső terét egy légkondicionáló berendezéssel ellátni, ami azt jelenti, hogy így most már az év 365 napjában alkalmas a sportolásra. Ugye nyáron azért ez a légtér az eléggé felmelegszik, de ezzel a légkondicionáló berendezéssel nyáron is ki tudjuk adni, és egy kellemes klímával tudjuk várni a bérlőket. Emellett korszerűsítettük a belső csarnoknak a világítását, ezek LED világítások, most már a második éve használjuk, és mindezt ugye a Soroksári Önkormányzat jóvoltából sikerült, mint tulajdonos, sikerült megvalósítani, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon fontos beruházások voltak, és ezeket azóta is használjuk és vigyázunk rá. Amire pedig továbbra lehet esetleg tovább fejlődni, az a teleghatáron belüli területek, a csarnok melletti területeknek a hasznosítása. Erre is azt gondolom, hogy van már elképzelés az önkormányzat részéről. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 3-4 évben akár műfüves focipálya, akár strandlöptabdapálya, strandkézilabdapálya, ezeket talán meg lehetne valósítani, vagy kültéri erősítőpálya, esetleg egy játszótér, úgyhogy ezekbe gondolkozunk, hogy ebbe lehet majd tovább lépni. Mekkora ez a külső terület nagyjából, amit hasznosítani lehet majd? Hát ezen a külső területen két nagyobb területünk van, ezt úgy kell elképzelni, hogy két kézilabdapálya kényelmesen el tudna férni, vagy két műfüves focipálya el tudna férni rajta. Ami most mögöttünk zajlik, az egy ifjúsági rendezvény. Mennyire tudja fiatalokat bevonzani egy ilyen sportcsarnok? Mennyire tud vonzó lenni a fiatalok számára, hogy ugye a digitalizáció következtében a még vonzóbb esetleg PlayStation, Xbox elől felálljanak, és közösségi sportot végezzenek? A sportcsarnok, én azt gondolom, hogy pontosan ezt a feladatot is ellátja, mivel délelőttönként testnevelés órák vannak. Tehát effektíve idehozzuk, vagy a testnevelés óra alkalmával ide jönnek hozzánk a gyerekek, megszokják, hogy itt vannak, és nagyon-nagyon sok visszajár. Nagyon-nagyon sok naponta találkozok itt kis focistákkal, akik a Soroksár SC-be fociznak délelőttönként, ugye az iskolai foglalkozásokon itt vannak. Nagyon sok közülük délután visszajön kézilabdázni, van jó pár, aki tékvándozni visszajön délután. Tehát azt gondolom, hogy ez a sportcsarnok egy nagyon jó kis induló helyszín
a gyerekek számára, hogy megszeressék a sportot. Említetted, hogy te magad is a Soroksár SC-ben focisztál. Ugye ez a sportcsarnok ad otthont gyakorlatilag a csapatnak. Hol helyezkedik el a csapat a magyar futball szcénán? A Soroksár SC most a másodosztályban szerepel, másodosztály 7.-8. helyén állnak, és egy nagyon-nagyon szép tavasz vége fele járunk, ugyanis ugye a csapat bejutott a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé, ahol most szerdán végül is nagy csatában alulmaradt az első osztályú Kispest Honvéd ellen, de hát ez egy nagyon nagy büszkeség volt, mert 70-80 éve nem volt ilyen jó szereplése a Soroksár SC-nek. Egyébként minden télen, januárban a Soroksár SC utánpótlás játékosai, az itt nálunk 2 vagy 3 hétvégén is utánpótlás teremlabdarúgó tornán vesznek részt, amit most már ebbe az évben 5-5-szörre rendeztünk meg, úgyhogy nagyon szoros a kapcsolat a sportklub és a sportcsarnok, a sportcsarnok és a sportklub között. Így tudod fenntartani akkor te is a kötődést egy kicsit? Igen, ráadásul azt sem titok, hogy én a Soroksár SC-ben, mint utánpótlás edző is szerepelek, ott van egy utánpótlás csapatom, aminek én vagyok a vezetőedzője, úgyhogy szerencsére, amikor abba hagytam a labdarúgást, akkor benne tudtam maradni edzőként is a labdarúgásban, és hát a sportban, mint sportvezető, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó volt a csillagoknak az együttállása. Nagyon egyszerű kérdéssel kezdem. A Trilaknak itt Magyarországon és a térségben hogy megy a bolt? Hát nagyon felfutóban van idén. Nagyon sokat segített nekünk ez a kellemes tavaszi időjárás, amivel az idei év indult. A tavalyi évben a március nagyon hideg volt, és ilyenkor április végén, május elején bizony azon gondolkodtunk, hogy vajon milyen év lesz. Most az idei év mindenkinek, egy Trilaknak is nagyon erősen indult. Nagyon jó évet kezdtünk el, reméljük, hogy az egész évben így megy. És hát nem csak az időjárás, hanem az építőipar teljesítménye is az, ami segít rajtunk az egész iparágon és a Trilak sikereinben is. Milyen paramétereket figyelnek, amikor üzleti terveket készítenek, akkor például mondjuk az építőipar teljesítményei közül melyek azok, amelyek önöknek indikátorok? Nagyon sokat beszélünk az új építésű lakásokról mostanában. Sajnos ez a festékiparnak kevesebb örömet jelent, hiszen egy új építésű lakásnál fehérek általában a falak, amivel átadják, aránylag egyszerűen elkészíthető, nagyon sok minden készen van, és már nem kell lefesteni. Úgyhogy ez inkább az ipari festékgyártóknak kedvez, akik akár a padlóburkolatokat, akár az ablakokat viszik. Nekünk alapvetően a felújításoknál van a szerepünk, ahol a festék sok mindent segít megjavítani, sok mindent újját, ez uram bocsán, sok mindent el is takar. Sajnos az elmúlt években a felújítások száma az visszaesett elsősorban a munkaerő problémák miatt. Mindenki az új építéseken dolgozik. Így, ha örülünk is az építőipar felfutásának, számunkra nem ez a legkedvezőbb számunkra, majd az jelenti a kedvezőbb időszakot, amikor az új építések száma picit stagnálni fog, de a felújítások azok jobban beindulnak. Akkor önök alig, hanem támogatólag üdvözlik például mondjuk az Évosznak a javaslatát, amely arról szól, hogy ők, mint az építőipari vállalkozások szakszövetsége szorgalmazzák, hogy a kormányzat támogassa a felújításokat is különböző financiális eszközökkel is. Ennek is örülünk, de leginkább annak örülünk, hogyha a lakásállomány minden része meg tud újulni, nem csak Budapesten épülnek sok esetben kisméretű lakások, hanem megújulnak a meglévő lakásállomány elemei is, meg megújul vidéken is a lakásállomány. Úgy érzem, hogy mindenkinek ez a legjobb az ország szempontjából is. Az önök üzletága mennyire érzékeli azt, hogy ugye, mint ahogy a gazdasági statisztikák mutatják, az utóbbi években
a fizetőképes kereslet a jövedelmek szintjén, tehát többnyire privát emberek szintjén elég szépen gyarapodott. Érezhető nálunk is elsősorban abban, hogy a minőség iránti igény megnövekszik, és ezt csak üdvözölni tudjuk. Mi is legszívesebben igényes, hosszú távon tartós, szép termékeket csinálunk, és nem az olcsó termékeket állítjuk elő, és a vevőknek is egyre inkább erre van igénye, hogyha már nekiállt a festésnek, és hogyha az már sokba kerül, akkor az szép legyen, igényes legyen, úgyhogy ezt a tendenciát látjuk, a minőségi termékek iránt megnőtt a kereslet, és ennek nagyon örülünk. Volumenben és értékben, hogy nagyjából egészéből éves szinten mekkora a Trilag teljesítménye, és ezzel hol áll a magyar piacon? Nagyjából, mint piacvezető, a festékiparral együtt növekszünk. Egyik évről a másikra ez eltérhet, de általában a festékipar növekedésével növekszünk mi is, hiszen a hazai festékipar több mint harmadát, közel 40%-át mi adjuk. Így természetesen külön még nagyobb jelentős növekedést nehéz megtennünk, de a piaccal együtt szeretünk mozogni. Ez a piaci növekedés mennyiségben az elmúlt években nem volt olyan nagy, mint amit az építőiparnál hallani. Mi itt általában 3-5%-ról beszélünk mennyiségben, növekedésben. Értékben természetesen ez lehet nagyobb, hiszen az árak is növekszenek. Önök tonnában és bevételben hogy zárnak egy esztendőt nagyjából? Hát a mi tavalyi növekedésünk az 5%-os volt. Tonnában az itteni termelés jelentősebbet növekedett, nem annyira a hazai piac miatt, inkább az export miatt. Éppen most kérdeztem kollégáinkat, hogy hol tartunk ma, és ma elmondhatjuk, hogy 16 országba exportáljuk a Trilag termékeit. Részben magyar márkanevek alatt, mint a Héra, Trinát, a Modakril, a Termotek, de nagyon sok esetben a cégcsoport, a PPG cégcsoport más vállalatának a márkaneve alatt, mondjuk a Primalex vagy a Sigma márkanevek alatt is exportálunk termékeket. Most már Portugáliától Oroszországig, Lengyelországtól Ciprusig vagy Törökországig. Ön térségvezető is a cégcsoporton belül, mely országok tartoznak a védőernyője alá? Hát most közvetlenül Csehország, Szlovákia és Magyarország. Románia, illetve a dél-európai régióban is sok feladatom volt, és van részben ma is. Úgyhogy ezek az országok, ez a régió, a közép-európai régió az idejében nagyon jól teljesít. Mindenhol azt látni, hogy jelentős növekedés van. Nem régen volt Romániában egy nagyobb akvizíciónk, amelyik ugyanúgy nagyon szépen növekszik, de elmondható a cseh-szlovák piacról is, hogy mind a tavalyi évben nagyon szép teljesítményt nyújtott ott, mind az idei évben. Úgyhogy összességében Közép-Európa a cégcsoport dekoratív festék üzletágának az egyik legsikeresebb tagja. Az egyes országokban az általános jó teljesítmény mellett vannak-e sajátosságok, eltérések, vagy ebből a szempontból homogénnek tekinthető a térség? Nagyon érdekes ez a dekoratív festék vagy építőipari festékpiac, hiszen még az országokban nagyjából ugyanúgy élnek az emberek ugyanazon az életszínvonalon, sokszor a szokások teljesen mások. Van olyan festék, amelyiket nagyon jó színvonalú festékként árulunk, és szeretnek a helyi cseh vevők, miközben Magyarországon nem találta meg a helyét, nem fogadja el a piac, de lehet ilyen fordítva is. Előfordul, hogy egy-egy terméknél nagyobb differenciák vannak, van, ahol a minőség számít, van, ahol az ár számít, úgyhogy nagyjából azt mondhatjuk, hogy minden egyes ország egy kis külön kis piac, amire külön oda kell figyelni. A munkaerőt tekintve önöknél mi a helyzet? Ugye van jó néhány üzletág, illetve tevékenységi terület Magyarországon, amely munkaerő hiánnyal küszködik önök. Hát ez a legnagyobb problémánk. Mint mindenkinek, látjuk például a festék kiskereskedelemben is, hogy hány dolgozót tudnának akár ma is fölvenni.
Kétféle probléma van, egyrészt a dolgozók száma, nem tudunk annyi embert fölvenni, amennyit foglalkoztatni tudnánk. Másrészt sajnos azt is kell mondanom, hogy a minőséggel is probléma van. Sok esetben nem találjuk meg azokat a kollégákat, akik itt kellő minőségben tudnának nálunk dolgozni. Ez a legfőbb gondunk jelenleg. Sajnos tudom, ez nem a mi egyedi dolgunk, ez az egész iparágra, sőt az egész országra sok tekintetben jellemző, ugyanúgy hiányoznak a festők, vagy hiányoznak az építőipari szakemberek, de nekünk ez most a legnagyobb problémánk. Igyekszünk megbecsülni azokat, akik itt dolgoznak velünk évtizedek óta, és hát éppen beszéltük, hogy 3-4 éve egy nagy automatizálási projektet kezdtünk el, amit továbbra is folytatunk. Ma már csak az 5%-át kell annak a súlynak megemelni, amit itt a gyárban a fizikai munkások még 5 éve megemeltek. De hát arra is nagyon nehéz kollégát találni, hogy azt a kevesebb súlyt még eljutassa a gépig, és ott feldolgozza a festéket.